Sziasztok! Üdvözöllek titeket az 5000 feliratkozós ünnepi smink héten, 9 napos smink hét második napján. A mai videóban a Rossmannba látogatok el, megnézzük, hogy mit tudok vásárolni 5000 forintból. Ha már az 5000 feliratkozót ünnepeljük, azért szabtam ezt az 5000-es határt, megnézzük, hogy mit tudok vásárolni ennyiből a Rossmannban. Ahhoz, hogy egy teljes minket elkészítsünk. Hát nekem van egy pár ötletem, de tartsatok velem, nézzük meg, hogy fog ez sikerülni, miket szereztem be, és természetesen sminket is készítünk a videó végén, második felében utána vele, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem. De mielőtt belekezdünk, iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljátok ezt a videót, kérlek, mert az nekem nagy segítség, köszönöm. Na hát az egyértelmű volt, hogy a L'Oréal pulton túlhaladok, meg a Bourjois-n is, hogy 5000-be bele akarok mindennel férni. Vettem az irányt a Catrice, meg ide a Rival Loves Me Lovely pultok felé. A Lovely-nál néztem az első alapozót meg, ezt a Camouflage Foundation-t, ez azért is lett volna érdekes, mert akkor hát, ha nem kell a korrektor sem, ha már ilyen kamuflázós, sos, na, nem tudok beszélni. De ugye két árnyalat volt, ami közt egyáltalán elgondolkodhattam, de vagy nagyon világos volt, vagy nagyon sötét, és kavartyolni meg nem volt kedvem, meg hát akkor kettőt kellene venni, akkor megint nem jó az 5000, úgyhogy tovább. Az Essence Stay All Day alapozóját néztem utána, hát az ilyen névvel már eleve félek általában, mert lehet, hogy túl masszív, túl maszkos állag, amit én annyira nem szeretek. Találtam két árnyalatot, ami szóba jöhetett, igazából ez az egyik, ez a sötétebb, ez teljesen jó is lehetett volna, de ahogy sejtettem, nekem ez nagyon száraz maszkos, nagyon nehéznek tűnt, úgyhogy tovább is mentem, és megláttam ezt a Pretty Natural-t, ami viszont nagyon jól hangzott, hidratáló. Hát a Pretty Natural-nél meg ugye attól fél az ember, hogy vajon lesz elég fedése, de hogy így felkentem, elég jó kis olajosnak tűnt, mármint ugye a jó értelemben, amit én szeretek, és találtam egy olyan árnyalatot, ami egészen jónak tűnt ebben a fényben, ez a 070-es volt, úgyhogy ezt el is hoztam magammal. 1949 forint, úgyhogy remélhetőleg benne leszünk a büdzsében. Következő pont az volt, hát itt a kosár tartalma, ez nyilván nem fér bele az 5000-be. Aztán a Rival pultot, azt már akkor tudtam, mielőtt bejöttem a Rossmannba, hogy ezt el fogom innen vinni, ezt a Megatheint palettát, mert egyrészt ajánlottátok is, másrészt meg 1700 valamennyi az ára mindenféle akció nélkül mindig, és viccesen olcsóhoz képest, hogyha jó, akkor viszont ugye ezzel a púdert, pirosított, bronzosított highlightert, és még a szemhéjpúdert is kiválthatom. Ez lett volna a tervem, úgyhogy ezt itt mindenképpen el akartam hozni. Egyébként a swatch alapján nagyon tetszett, szépek a színek valóban. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan működik ugye használatban. És akkor már az 5000 forintnak egy részét ki is pipáltam. Túl sok nem maradt, de spirál az még, ami muszáj, egyszerűen muszáj. És találtam egy ilyen clean and beauty, szenzitív, érzékeny bőrre való Rival szempillaspirált, ami nagyon érzékeny bőrre, érzékeny szemre való szempillaspirált, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen. Úgyhogy először ezt raktam a kosaramba. Szempillaspirál az ugye muszáj, tehát ha nincs is rajtam semmi szempillaspirál, azt kell, és ráadásul az a baj, hogy ezt ki se lehet váltani semmi mással, úgyhogy ez volt a másik, ami alapozó spirál. De már ilyen összegnél tartottam, ugye folyamatosan számolgattam, és még nem volt semmi, ami szemöldökre, szájra, és esetleg még számceruzának való lehetne. Végül úgy döntöttem, hogy a Rival Kaja pennyét hozom el, hát már 5197-nél tartottunk, és még kellett volna ugye hozzá a rúzs, de az a baj, hogy nem találtam olyan anyagterméket, amivel belefértem volna még. Ugye az 5000-et nem akartam semmiképp átlépni, úgyhogy járkáltam egy kicsit oda-vissza, oda-vissza, majd úgy nézettem, hogy visszarakom ezt a Rival szempillaspirált, és keresek egy olcsóbbat. 8,99-ért vettem végül, mert ez az 1-200 forint, az pont annyi volt, hogy még beleférjek az 5000-be, úgy, hogy egyébként elhasználtam egy 10%-os rosszmanos kártyámat, és ott számolgattam folyamatosan fel a lájárkába, hogy jó, akkor ezt vissza a 300 forint híja, akkor vissza, akkor csere, akkor ez legyen. És hát ez 400 valamennyi volt, ez a lovely kis ajakbalzsam, egész szép kis színnel. Gondoltam, akkor ez jó lesz, az ilyesmiket úgyis szeretem.
és akkor itt képzétek el, belefértem végül az 5000-be. Hát sajnálom, hogy ezt a spirált vissza kellett raknom, de hát most nem volt semmi akció, vagy ilyesmi. Na, hát nézzük a végeredményt, ugye sajnos már az aranykártyáimról kettő is van, de már mindegyikről kimaxoltam minden plusz kedvezményt. Tudjátok, van ilyen 30%-os egy termékre, meg 15%-os kedvezmény, és nem mindegy, egy darab 10-esen maradt, ezt a 10%-ot most kihasználtam, és akkor itt van, hogy mi mennyibe került. A végösszeg 5585 forint lett volna, de ugye lejött a 10%-os kuponom, így 5026 forint! Úristen, nagyon ügyes vagyok! Ennél jobban már nem tudtam volna szerintem kiszámolni, és még így is visszaraktam ugye azt a szempillaspirált, ami 1199 lett volna, hogy az 899-eset hozzam el, hogy szájterméket is tudjunk belevenni. Sajnos nagyon akciók most nem voltak, ami segítette volna ezt a projektet, de szerintem szép lett a számla, nem? Én azt gondolom, hogy egészen jól teljesítettem ezt a feladatot, úgyhogy most hazamegyek, és akkor megnézzük, hogy milyen sminket tudunk kihozni ebből az 5026 forintnyi vásárlásomból. Na, most már akkor nézzük át itthon, hogy ez az 5026 forintos bevásárlásom, akkor mi is volt egészen pontosan. Na, itt van ez az Essence Pretty Natural alapozó. Ennek azért is örülök, hogy belefért, mert legalább akkor az alapozók csatájában is majd ki tudjuk próbálni. Hát 070 Warm Cashew-t választottam. Hát abban a fényben, ezt mindig elmondom, de tényleg olyan nehéz ott választani. Egyébként, hogyha alapozót akartok venni, és van tétje, most nagyon akarom, én is megcsinálhattam volna, de ennyire nem volt kedvem vele foglalkozni, akkor én azt csinálnám, hogy kivinném a kezemben a természetes fénybe, bekészítenék a táskámba egy kis tükröt, kimetnék a rossz mamból, elővenném a kezemről, fölkenném, és megnézném a természetes fényben, hogy megfelelő-e a szín. Hát én ezt most nem tettem meg, úgyhogy majd látjuk. Egyébként hialuronnal és aloe verával dúsított, az van ráírva, és 24 long lasting hydration, 24 órás long lasting tartós hidratálást biztosít elméletileg. Natural coverage, tehát elvileg természetes, ugye az is a Pretty Natural a neve, fedést biztosít, és mi van még itt, hol van az angol? Weightless skin feel. Tehát elvileg könnyed. Na most, hogy fede is eléggé a Pretty Natural, az majd most ki fog derülni. Ez a 070-es árnyalat, ahogy mondtam is, de mindjárt kikenem a kezemre és megmutatom. Ahogy a videóban is mutattam, azért ott kenegettem egy picit őket, és ez tűnt a leginkább olyan állagúnak így hirtelen, amennyire ott meg tudtam állapítani, amit én szeretni szoktam. Tehát ezt a nem túl folyós állagot, ugye, de azért egy nagyon picit megindul, mozog, de azért nem folyik el, hogyha ilyet csinálok vele, akkor egy nagyon picit ilyen zsíros, olajos érzete van, de azért nem túl csucsogós. Egyébként most így hirtelen nekem szimpatikusnak tűnik, mert azért nem is az a nehéz állag talán, de majd mindjárt megnézzük az arcomon. Tehát ugye ő az alapozó. Primert nem is fogok használni, ugyanis ez nem fért volna bele az 5000 forintos keretbe, úgyhogy nyomok még egy kicsit ki ebből az alapozóból a kézfejemre, hozok egy Catherine Early Kabuki ecsetet, és ezzel fogom felhordani, és meglátjuk, hogy milyen a fedése, és a többi, és a többi. Ugye ezt a kabuki ecsetet nem csak a Catherine Early, hanem általában a kabuki ecseteket azért szeretem nagyon, mert ezzel lehet szerintem, legalábbis az én kezemnek, a leggyorsabban, a legtermészetesebb fedést elérni, legvékonyabban jól teríteni az anyagot. Azért is szeretem nagyon. Halljátok! Még a végén tetszeni fog ez az alapozó. Egész jól lefedi ott a kis... A kis pattanásomat is. Ugye nekem szeplőim, bőrhibáim, minden van. Szerintem a színárnyalatot is egészen jól eltaláltam. A vállam az sokkal leégettebb, mint az összes többi része a testemnek, úgyhogy az nem kell figyelembe venni.
Azt egyébként egy kicsit le lehet itt alapozózni, ha nagyon akarom, hogy egységesebb legyen, de ahhoz nem alapozózhatom az egész arcomat, meg mindent, mert annyira barna nem vagyok, mint a vállam. Szerencsére, mert amúgy én nem szeretek túl barna lenni. Na szóval, rétegezni lehet-e, mindjárt kiderül. Annyira nagyon nem tudok a pattanáson rétegezni. Én ugye általában nem használok korrektort külön pattanáson, mert az alapozóim olyanok, amik elfedik a pattanás pirosságát, és kész. Na, ez arra nem elég. De a natural a fedésbe szerintem ez belefér, úgyhogy nem is vártam el, hogy full coverage legyen, hogyha egyszer natural a neve. Viszont nagyon kellemes érzés felrakni. A pórusaim még annak ellenére se extra gázak, hogy nincs primer rajtam. Hát vannak pórusaim, lesznek is, de nem emelte külön ki, vagy nem jött bele egyáltalán. Aztán itt nehéz még nekem általában a fedés, de jó. Nem tűnik úgy, hogy ne fedne eléggé itt. A normál, tehát az átlagos, a pattanásomat azt nem fedte le eléggé, de az átlagos pirosságot, a szeplőt, az átlag bőrhibákat teljesen jól kezeli. És nagyon-nagyon olcsó alapozóról beszélünk. Ezt azért sose felejtsük el, amikor itt összehasonlítgatjuk majd. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pozitív egyelőre. Halljátok, egészen szép is, jól, könnyedén eldolgozható. Kellemes tényleg érzetre, nem feszítős, nem húzós, nem nehéz, nem csuprogós. Semmi negatívat nem tudok egyelőre mondani. Tök jó. Hát ez tök jó. Na most megmutatom így, hogy az egyik fele van kész az arcomnak. És hogy milyen a másik fele. Ugye alapozó nélkül és alapozóval. Szép szerintem a fénye is. Van egy kis tényleg ilyen natural glow-ja, egy ilyen szép fénye. Ami puderrel abszolút jó lesz, szerintem. Igen, annyi, hogy azt nem tudta elfedni. És rétegezni nem igazán tudok itt rajta. De egyébként őszintén nekem ugye mindennapokban ez pont nem igazán nyom le. Egyelőre tetszik. Hihetetlen. Na, csinálom a másik oldalt is, aztán jövök. Most az jutott eszembe közben, hogy korrektort sem vettem ugye az 5000-es keret miatt, úgyhogy ide fölhozom az alapozót így óvatosan tapogatva, és meglátjuk, hogy mennyire váltja ki. Igazából szerencsére nekem olyan túl sok minden nem kell korrektorozni a szemem alatt, úgyhogy nekem valószínűleg egész jó lesz anélkül is. És tök jó, mert pont annyira szárad gyorsan, hogy nem mászik el, tehát itt a szemem alatt is van benne bizodalmam, hogy nem nagyon fog begyűrődni, ha még ezt itt lefixálom. Viszont ugyanakkor meg nem érzem, hogy ilyen nagyon rá száradna, tehát a szárazságát abszolút nem érzem, és nem is nehéz. Szerintem nagyon szép az összkép, teljesen. Hihetetlen, tényleg. Úgyhogy korrektor, a skip, az most nincsen. Hű, na hát, és akkor most jöhet a következő lépésnek, a Rival Loves Me-nek a Megatint palettája, ez az arc paletta. Hát én abban bíztam, az volt ugye a koncepcióm, hogy ezzel kiváltom a bronzosítót, a pirosítót, a púdert és a highlightert is. Hát minden meglátjuk, hogy ez kivitelezhetően, mert lehet, hogy a púdert nem is tudom, ugyanis nincs benne talán olyan macin, ezt benéztem, de van. Nézzük csak! Mindjárt mutatok egy közeli swatchot is róla. Ó, ez nagyon szép. Jaj, de gyönyörű. Egyébként ez, már nem emlékszem, hogy mennyibe került, ide fogok írni mindent, de ezt ajánlottátok ti nézők, hogy vegyem meg, mert ezt is nagyon megéri. Ó, de szép. A röhelyes árától függetlenül. Nem kis krémesek egyébként a színei. Élek, hallok az ilyen színért, imádom. Ez szemre is, és jó lesz highlight, vagy mi az pirosító, hát highlighter pirosítónak, pirosító highlighternek, mert mind a kettő egyszerre. Ez meg jó lesz púdernek, szuper, nagyon jó. Majd lightosan rakom, már egy picit világos, de lightosan szerintem jó lesz.
Ugye nincs túl sok matt szín benne, annyi az egyetlen probléma. Ó, oh, hát ennek milyen színe van? Hát ezt nem is láttam. Ennek olyan színe van, hogy ahogy forgatod, egy nagyon picit lilás, rózsaszínes, inkább rózsaszínes szerintem élőben, de a kamera, mint hogyha inkább lilásnak mutatná, de az is van benne egy kicsit. Hát milyen szép, úristen. Úristen, ez is fényes. Ah, oh, nagyon szép. Nagyon szép. Ú, hát milyen szemsminkünk is lesz ebből. Nem is vettem ugye szemhéjpuder semmit, szemre való palettát, vagy ilyesmit, mert úgy voltam vele, ez kontúrnak ugye jó lesz, mert úgy voltam vele, hogy ez jó lesz nekünk teljesen szemre is, meg arcra is. Hát és ezek is tök jó színek. Úristen! Nagyon tetszik. Nagyon, egyelőre. Kezdjük ott, hogy puder, puderelés. Akkor a szemem alá kipróbáljuk. Hát én szoktam olyan, hogy a szemem alatt világosabb pudert használok, mint az arcom összes többi részén. Hát ezt most nem tudom ezzel a palettával megtenni, de pudereljük le ezzel akkor. Teljesen jó, nem túl sötét, hál' Istennek. Jó lesz most így. Amúgy ragacsos az alapozó. Jaj, igen. Most, hogy így elkezdtem rá fölvinni a port, érzem, hogy ragacsos egy kicsit, de hát lepuderelés után elvileg ennek nem kéne problémának lennie. Így, és akkor ha ez megvan, akkor... De milyen jó, a porosaim is tök jók. Kíváncsi vagyok, hogy puderelés után milyen lesz. Most akkor nézzük meg a pudere, vagy a porosaimat. Teljesen jó. Amennyire lehetséges. Itt a legkritikusabb, ugye? Hát abszolút semmi. Ahova én még viszonylag sok pudert szoktam rakni, az ez a rész, mert itt ugye leghamarabb kifényesedik, meg kiizzadom, meg zsírosodik, meg lejön ugye itt az orron is. Így. Ide még itt tapogatni szoktam, meg esetleg itt. Mert most, amikor izzadok, akkor nem baj, ha itt egy kicsit több van. Túl sok se kell, de azért egy kicsit több mehet, mint egyébként. Lepuderelem egy kicsit itt a pattanáskát is, hát ha azt is eltinteti jobban. Úgyis akkor fogok egy nagy... Nem, még ezzel csinálom a bronzosítót is. Ezután akkor jöjjön a... Hát egy kis kontúr meg bronzosító. Turbo Steam-el a Face Brush-ral fogom felvinni. Ja, így. Először, hogy is csináljuk, legyen ez. Nem ismerem még, hogy mennyire erős, meg milyenek a színei, úgyhogy majd kiderül útközben. Ide. Ó, tök jó. Ó, és milyen lazán gyorsan áll, satírozható volt, láttátok? És ennyi. Úristen! A NYX kontúrpaletta ugye a nagy kedvenc nekem. De halljátok, most így hirtelen, mint amíg ez könnyebbet volna eldolgozni. Hát ez zseniális. Zseniális. És tényleg még mindig 5000 forintból az egész sminkemet csinálom meg. Ezt azért ne felejtsük el végig a videó alatt. Milyen gyönyörű színe van egyébként szerintem, és milyen szépen el lehet dolgozni. Hihetetlen. És mennyire kevés kellett belőle, nem volt melós se egyáltalán felvinni. Nagyon elégedett vagyok egyelőre ezzel is. Az egyel világosabbat próbáljuk meg. Egyébként érdekes, hogy én annak örülök, hogy egy picivel melegebb árnyalat, bronzosabb, mint ami ennek itt néz ki. Én egy kicsit féltem, hogy túl hideg lesz, de én ennek nagyon örülök. És akkor az egyel világosabbat megpróbálom ide.
meg kellően pigmentet. Látjátok, hogy csak így ide suhintom, és egyszerűen jó. És kész. Ennyi volt, és elég is, és gyönyörű színe van. Hát ez nagyon tetszik nekem. Egy kicsikét az orromhoz is. Nagyon szép. Abszolút teljesen tök jó. Jó. És akkor ezek után, ha ezzel is megvagyok, akkor most egy nagy púderecset. És akkor próbáljuk ki az egész mindenhova, ez Catherine Early nagy púderecsete, ezzel ezt a púdert akkor megpróbálom mindenhova fölvinni, egy ilyen általános fixálásnak és mattításnak. Ugye főleg ott, ahol eddig még nem járt púder. Hát, megőrülök. Teljesen jó. Szép. Nagyon. Hát ez tetszik. Jó, akkor következő lépésnek szoktam csinálni a szemöldököt. Na most erre ugye annyit csaltam, hogy hát sötétbarna ceruzát vettem, hogy ez jó legyen a szemöldökömre is, meg a szememre is. Mivel nem vettem ugye semmilyen palettát szemre, ezt nem tudtam, hogy fog viselkedni, ezt fogom a szemre is használni, ezért abban azt nem mertem megtenni, hogy még egy ceruzám se legyen a szememhez, mert mi van, hogyha annyira nem lesz jó, akkor egy ceruza mindig megment egy picike kis kontúr. Ezen kívül pedig ugye ez akkor már a szemöldökre is használható, oda azért valami kell, úgyhogy azt gondoltam ki, hogy ezt akkor megpróbálom mind a kettőre. De egyébként ez egy Kajal Pen, a Rival Lazmit, a 02 Brown. A Kajal az ugye azt jelenti, hogy az vízvonalra van különösen kitalálva, ami azt jelenti, hogy oda is kelheted, de nem csak azért, mert hogy ha belemegy a szemedbe, beleoldódik, akkor elvileg az értékeny szemüvegek is bírják, és nem ez semmilyen probléma, hanem azért is, mert akkor tartósabb marad, tehát tartósabbnak kellene, hogy legyen egy kajá, egy direkt szemvíz, egy direkt vízvonalra tervezett ceruza. Na, de most nincs vízvonal, hanem szemöldök. Ide valami nagyon kis természeteset gondoltam, hogy amíg még hegyes a ceruza, itt egy kicsit beszálazom. Csak egy pár szálacskát. És át is térek a másik szemöldökömre. Egyébként szerintem el fog menni. Nekem nyilván fekete a hajam, ez meg egy barna ceruza, de feketét nem is szoktam rárakni, sötét barnát szoktam rárakni, vagy ilyen mély barnát. Nem feltétlen telibe feketét rakok fekete szemöldökre. Milyen jól lehet vele szálazni egyébként? Tök jó. Jó, miután nagyjából beszálazgattam ott elől, egy kicsit szálazgatok tovább, és csak annyira, hogy nagyjából... Opa. Na, azt ott elrontottam. Letörőjük. Szóval csak annyira, hogy nagyjából egyformák legyenek, de egyébként meg ilyen kis természetes hatást szeretnék, semmi Instagram szemöldök. Nem kell, hogy túl erős legyen, nem kell, hogy annyira szabályos legyen. És amúgy tudok szálazni vele, még így is, hogy már tompul, és nem szemöldökre való. De hát attól, hogy nem szemöldökre való, most senki nem tiltja meg, hogy ide ragd. Én ugye szoktam egyébként is kavatyolni mindent mindennel, nem feltétlenül csak pénzügyi kérdés miatt. Így, és kész. Szerintem ez megfelelő lesz ide. Egyébként ideális esetben lehetne egy picivel sötétebb talán, bár halljátok összképpen, nem hiszem, hogy ez bárkit is érdekelni fog. Én elégedett vagyok vele. Egy kicsit puhább, mint ami a szemöldökre kellene ceruza. Ugye általában keményebb a szemöldökös ceruza, mint a szemceruza, de hát ugye ez nem is szemöldök ceruza volt, úgyhogy nem csoda, hogy puhább, de egyébként tök jól megoldottam a feladatot. Sajnos nem volt már semennyi pénz se ugye az 5000-ből, amit tudtam volna szemöldök termékre fordítani, és az a baj, hogy sajnos ebben meg nem lett volna elég sötét a sötét por, hogy még a szemöldökét is kipipáljam, mert akkor még ez se kellett volna. Na, szerintem eddig jól haladunk, jobban, mint vártam. Na, nézzük. A következő probléma. Most csinálnám a szemet, és a szemhéj alappal folytatnám, de sajnos szemhéj alapra sem telt, ugye, hogyha az 5000-ben benne akartam maradni. Úgyhogy az alapozót fogom fölvinni nagyon-nagyon vékonyan a szememre szemhéj alapnak.
Egyébként az alapozót, meg a korrektort is lehetne, de korrektort sem tudtam ugye venni, használni szemhéjalapnak, van, akinek teljesen be is válik, de azért általában érdemesebb szemhéjalapot direkt használni, mert az direkt azért van, hogy ne gyűrődjön be, és tartósabb legyen, azért egy alapozón vagy korrektoron hamarabb begyűrődik egész nap a smink, főleg, hogyha jó kis nyáron most melegben, izzadás, stb. Minden éri. Úgyhogy azért érdemes beruházni egy szemhéjalapra, azért most már elég jókat lehet kapni, akármilyen márkából is a legtöbb most már azért használható, úgyhogy érdemes, de most, mivel csak 5000 forintunk volt, ezért most mindenképpen csak. De egyébként halljátok, mivel elég masszív, egy kicsit ragadós is ez az alapozó, ez meg lehet, hogy jó is lesz tényleg szemhéjalapnak. A jó hír, hogy egyelőre nem gyűrődött be az, aztán nem, amit hamarabb csináltam, amíg a másikat csináltam. Egyébként nem tűnik olyan nagyon gyűrődősnek, de hát azért persze nap folyamán ki tudja. Szóval átváltottam a hajpántomat, mert rájöttem, hogy ebben van egy olyan szín, most így az előbb, amikor kiszorcsoltuk, ami annyira gyönyörű lenne szemre is, hogy én ezt fogom használni, és ez a kék hajpántom nem annyira volt jó. Ez nem annyira rózsaszín, inkább korallos. Ha már a hajpántnál tartunk, de olyan hajpánton nincs, bocsi. Na, hát akkor hogy is legyen, úristen? Hát én most teljesen belelkesedtem, hogy ez még egy jó smink lesz a végén. Szóval akkor ebből a Rivan Loves Me meg a Tint palettából fogom használni az egyik színt, vagyis hát az összeset, és a Turbo Simmer Short Shader Brush-sal fogom feltenni először ezt a szemöldök alá. Egy kis, hát ez remélem, hogy nem lesz túl sötét. Ja, igen, és most nem korrektoroztam ugye a szemöldök alá, de nem túl sötét, szuper. Mert ugye korrektor az nem fér bele a büdzsébe. Mondjuk alapozóval itt meg lehetett volna csinálni, de mindegy. Következő színnek ezt fogom használni, és a nagyobb blending ecsettel, a Turbo Simmer Blending Brush-a, ez a nagyobb satírozó ecset. Ezt. Hát ez lesz egyszerre a háttérszínem, bemélyítő színem, mindenféle színem, a legsötétebb színem. De szerintem teljesen jó lesz így. A swatch után én abszolút bízok benne. Ez szép is, jól eldolgozható, elég pigmentált. Szedek le az ecsetről itt közben. És a széleit még eldolgozgatom. És ennyi volt eldolgozni. Ugye ez már fönn az arcomon is nagyon-nagyon feltűnt, hogy mennyire könnyű eldolgozni. Ugye maradunk még mindig ennél a palettánál, hozom a Turbo Simmer Short Shader Brush-t, így, és hát ezt nagyon kis különlegeset akarom kipróbálni, nem tudom, hogy egyáltalán menni fog-e hozzá, meg hogy mi fog belőle látszódni, de kiderül, az volt a legérdekesebb, úgyhogy ezt nem akartam kihagyni. Ó, szép! Nagyon szép, nagyon érdekes színe van. Hú, ez highlighternek is egyébként tök jó lenne. Szép. Na, olyan brutál erős egyébként a fénye, van kis finom, de szép. Szépséges. Ó, de szép. És akkor, amit mondtam, ez a szín semmiképp sem maradhat ki, mert ez gyönyörűséges, nagyon-nagyon-nagyon. És a Turbo Simmer Eyeshader Brush-t fogom ehhez használni, a nagyobb fejű szemhéjárnyaló ecsetet. Na, nézzük. Tükör. Most így feljelzve hirtelen, legalábbis ecsettel, és legalábbis első körben, kicsit lehetne azért intenzívebb. Nem rossz, nem rossz. Még egy próba. Aha, most már így második rétegben azért jobb. Másik oldal meg megpróbáljuk úgy begyel. Nézzük, csak úgy begy. Majdnem mindegy, ez nem azon múlt. Hát, fölrakva azért elvesztette egy kicsit azt a színét, ami nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekem a kezemen. Egyébként a sminkem szerintem összképpen szép lesz, azzal nem lesz baj, de nincs meg az a... Hova lett ez a szép korallos fény? Nem tudom. Majd azért arcon is megnézzük, lehet, hogy ott mást mutat.
Ez kár, mert ezt vártam a legjobban. Na jó van, de nem szempalettát használunk egyébként, azt azért így hozzátenném. Jó, és akkor gyakorlatilag ennyi, kész is van ez a smink, annyi, azért örülök, hogy úgy döntöttem, hogy szemceruzát mindenképpen raktam ugye ebbe a keretbe, mert azért azt fel fogja dobni, hogy egy kicsit itt alul is kiemelem, kicsit a szempilla tőben, illetve a vízvonalon is, egy kicsikét, meg itt fönt is egy picit. Hogy csak el végig, csak itt a végében mindenképpen jó egy kis kontraszt. Így. Ki kéne hegyezni. Gyorsan elfogyott a hegye egyébként, mert jó puha. És szépen fog, és szép a színe is. Ja, és szerintem amúgy szép lesz a smink. Hú, viszont az alapozó az azért ragad bizonyos helyeken, úgyhogy egy nagyon picit még a púderből rakok rá, hogy azt megakadályozzam. De ez egy kicsit ragadós, ahogy így hozzáértem. Ha nem van rendesen púderezve, akkor nem. Hát nap végére nem tudom, mi lenne belőle. Meg hát nyilván bőrtípus függő is, hogy kinek mennyire. Nekem nem kell, lehet, hogy nem kell ennyi hidratálás, mint amennyi ezen van. Na és akkor ugye, ami semmiképp sem maradhatott ki, az ez a szempilla spirál, vagyis egy szempilla spirál. Ugye tudjátok, itt vissza is raktam a másikat, amit szerettem volna kipróbálni, de ugye ez egy picivel, pár száz forint a többe került, és úgy már nem volt, nem fért volna bele az 5000-es határba. Ez a Rival Loves Me Volume Wonder maszkara. Mindjárt fel is rakjuk, és kipróbáljuk, a feje az ilyen. Ezt a fejet amúgy én szeretem, úgyhogy végül is... Ó, egy mozdulat, és összekentem. Néha még én is csinálok ilyet. És nem is veszem ki a videóból, hogy lássátok, hogy én is csinálok ilyet. Na, ennek a spirálnak az alakja tök jó az, hogy ide beférjek. Előre. Egészen sokat is eleget visz fel egyszerre. Itt kihúzgálni is jó vele. Nem bírom annyira bepönderíteni, mint a másik spirálommal, úgyhogy egy kicsit visszanyomogatom itt a tetejét. Catherine Ellie-ben azt szeretem nagyon, azt a kedvenc spirálom, amit mindig láttok a videóimban, hogy annyira szépen pöndörít is, sűrít is, dúsít, hosszít, mindent csinál egyszerre. De egyébként ez sem rossz. Ez sem rossz. És ahogy nézem, építhető is, úgyhogy tudok vele azért szép pillát csinálni. Csak nem pönderíti fel annyira. Vagy a végén nem marad meg annyira, hogy látszódjon, hogy fel van pönderítve. Jó, hát azt gondolom egyébként, alulra is rakok, hogy egy 800 valahány forintos szempilla spirálhoz képest meg egyébként tök jó. Nem rossz, de erősebb, intenzívebb és nagyobb lenne, és pöntörebb a Catherine Ellie-vel a szempillám. Na, hát akkor egy kis pirosítónak szintén ebből a palettából rakok föl ebből. A színből ez van a szememben is, úgyhogy legalább garantáltan menni fog a sminkemhez. Jaj, igen, és erre vágytam. A szememben valahogy elveszett ez a fénye, viszont itt gyönyörű. Itt az arcomon, hát ide van kitalálva, az arcomon viszont gyönyörű az a kis aranyos fénye. Külön highlighter mellé egyébként nem is feltétlen muszáj. Nagyon, úristen, de szép. Nagyon szép, igen. Itt arcon érvényesül. Hát jó, ennyi. Már érdekes a szememben ez a fény, ez nem igazán. A színe az nem rossz szerintem, de a fénye az semmi. Viszont itt nagyon-nagyon-nagyon szép. Na és akkor még annyi van hátra, hogy a számra ezt az Essence kis ajakápolót, vagy mi is ez, Almond Oil Fruity Lip Balm, igen, Hardcore az a neve, Fruity Lip Balm with 10% Sweet Almond Oil. Szóval ez egy igazából lip balm, ajakbalzsam, de azért színezett, és ott megnéztem, hogy egész jó kis színe volt. Látjátok, milyen kis cuki? Milyen kis szívecske van benne. És egész szimpatikus volt, úgyhogy megnézzük, milyen ez a számon. Én nagyon is szeretem, tudjátok, az ilyen kis színezett, hidratáló kis dolgokat, balzsamokat, tinteket, fényeket.
Hát ez így önmagában lehet, hogy nem olyan szép. Főleg, hogy kissé kiemelte itt a kiszáradt részt a számon, és a színe sem szép. Igazából nem is nagyon van színe. Egyébként swatch alapján... Ha, itt sincs színe. Olyan nagyon... Csak éppen nagyon kevéske. Na jó, nem baj. Ez igazából akkor nem igazán több, mint egy Lavello, nagyon. Csak egy nagyon lineárisan. Meg nem is nagyon megy a sminkemhez. Na, mindegy. Na, ez talán mellényúlás volt. Nem szép a számom, mert így kihozza a kis... ennyire azért nem is látszott, hogy mennyire kihozza. Mármint ennyire nem is látszott, hogy mennyire sok ilyen kis kiszáradt bőrke van a számon. Ezzel a varzsommal sokkal jobban feltűnik. Úgyhogy ezt visszaszedem egy kicsit, ha állna jobb-e. Na, ez most nem, pedig az Essence-nek, vagy ez nincs volt? Ez az Essence. Pedig az Essence-nek az ilyen termékeit szoktam szeretni, de ezt most pont nem. Azt nem. Jaj, meg az íze is ilyen. Jaj, amikor a szádban van ez a fura íz, tudjátok, jaj, azt se szeretem. Azt rég éreztem már, de nem. Na jó, akkor nézzük. Elkészült a sminkem. Na, akkor összegezzünk és menjünk sorban. Ugye volt itt ez az alapozó, primer nélkül használtam, primer nélkül is szerintem nagyon szép az összkép. Egyáltalán nem gyűrődik, nem szárad, nem húz, nem csucsogós, nem ült bele a pórusaimba, és szerintem nagyon szép az összkép. Én most így szépnek látom vele az arcomat, szép a színe, el is találtam szerintem. Semmi. Annyi, hogy egy kicsit azért olyan ragadósabbnak érzem, mint mondjuk a MAC alapozómat, amit szoktam használni. De kíváncsi lennék arra is, hogy a megfelelő púderrel, mert ugye most nem a szokásos púderemet használom, megfelelő púderrel érezném-e ilyen ragacsosnak, illetve azért annyira nem vészes, tehát hogyha le van púderelve, akkor elmegy, de azért így hozzáérek és érzem. Ez mondjuk a nagy melegben lehet, hogy nem annyira előnyös. Úgyhogy csak ez nem, de egyébként tök jó érzés viselni is. Lehet, hogy akinek szárazabb a bőre, annak kevésbé ragacsos, mert hogy jó hidratáló, ugye ki is emelték, hogy 24 órás hidratálás biztosít, lehet, hogy nekem egy kicsit nehezebb, mint kellene. Zsíros bőrűeknek semmiképpen nem raknám föl, az egészen biztos. Viszont érett bőre megpróbálnám amúgy, mert elég lightos, de elég tömör is olyan értelem, vagy táplálónak is érződik ahhoz, hogy esetleg lehet, hogy jó. Illetve szárazabb bőrűeknek. Na jó, de minden esetre ez nagyon szimpatikus. Nagyon, a fedése is nagyon tetszik. Nagyon kevés mennyiség, nagyon szépen lefedett igazából mindent, úgyhogy nekem az tetszik. Tetszik ez az alapozó. Annyi, hogy az 50 fokban lehet, hogy nem fogom a ragacsossága miatt elhasználni, de mondjuk télen valószínűleg szeretném még jobban. Aztán utána volt ugye ez az arcpaletta, meglepően jó, ha kihasználható az összes szín benne. Én örülök neki, hogy intenzívebb és melegebb ez a két szín, mint aminek kinézett így hirtelen. Az arcomon sokkal szebb szerintem, még annál is szebb, amit vártam. Nagyon jó meglepetés volt ez a szín, ami ott a szemzugomban is van. Hát ez gyönyörű, szép fényen rendelkezik egyébként. Nem raktam fel plusz highlighternek, de mondjuk megnézhetjük még itt egy kicsit. Mert ugye úgy éreztem, hogy eléggé fénylik már az arcom emettől, meg itt a kettőt egyszerre, nem is tudom. Színben sem biztos, hogy felraknám, de most itt kipróbáltuk, jó van, nem baj. De egyébként biztos, hogy szép, hogyha megfelelő helyen használja az ember. Tök jó, hogy van benne ugye púder is, igazából csak ez a három a mat, de végül is elég is. Nagyon-nagyon tetszik az arcon, ezt szemhéjon úgy elveszed, bár nem lett rossz szerintem, de elveszed, de arcon nagyon jól kijön a lényege, és nagyon szép szerintem. Nagyon-nagyon tetszik tényleg. Tetszik. Úgyhogy őszintén
Hát ez nagyon kellemes meglepetés, mondjuk igazából az alapozó is nekem. Hát aztán a ceruza, hát szemre, ha szemre használod, mert arra való, akkor szerintem ez is tök jó, nagyon jól lehetett vele dolgozni, nagyon szép a színe is. A szemöldökömet megoldottam vele, de nem arra való, és biztos, hogy hamar le fogom izzadni. Egy kicsit darabos is azért a szemöldököm, mert túl puha, úgyhogy nem erre való, de szerintem most így, hogy a feladatot megoldjam, teljesen jól teljesített, nem is kérte senki, hogy szemöldökre jó legyen, úgyhogy ezzel a ceruzával is elégedett vagyok, szerintem tök jó. Utána mi jött még? Szempilla spirál? Nem rossz, tehát ahhoz képest, hogy 899 forint, sokkal dúsabb szokott lenni, sokkal nagyobb és intenzívebb a szempillám, de nem is ennyibe kerül az a kettőnál, amit én használni szoktam, az inkább ilyen 5000-es nagyságrend, ez meg, vagy nem is tudom, 4, most nem tudom fejből, mindegy, ez meg ugye erről helyesen olcsó volt, és nagyon könnyen beszerezhető, szerintem nem rossz, rossznak nem mondanám, soha többet nem venném mondjuk újra, valószínűleg csak ha muszáj, még mondjuk az alapozót akár újra is venném, meg akár ezt is újra, ez biztos, hogy akár újra venném. Ez a spirál, szerintem eddig ez a leggyengébb. Egészen addig, míg át nem térünk az Essence anyagbásomra, na ez nem tetszik, ez nekem az én számon nem igazán vált be, se a színe, se az a textúra, amit hagy maga után, ez nagyon nem szép az én számon, másnak lehet, hogy beválik. Nekem egyébként tetszett, kicsit ilyen rökkogimus, illetve van tetszett ez a kis szívecskés dolog, meg úgy szimpatikus volt az egész. Nem fogom már használni egészen biztosan, mert csúnyává teszi a számot, tehát az nem. Úgyhogy igazából itt most a szempilla spirált nem venném újra, de nem rossz, ez pedig kifejezetten nem tetszik nekem, de hát másnak attól még bejöhet természetesen. És ez a három dolog, vagyis hát igazából ez a két dolog meg a kedvencem. A ceruzát akartam még ide venni, mert az sem volt rossz, de ez a két dolog a kedvencem ebből a bevásárlásból most, és ezek nagyon kellemes csalódások most. Írjátok meg kommentben, hogy ti bármelyiket használtátok-e már ezek közül a termékek közül, vagy most kedvet kaptatok-e kipróbálni, illetve hogy mit gondoltok, hogy oldottam meg ezt a challenge-ot, és hogy szép lett-e a smink, vagy illetve ti mit változtattatok volna, mit vettetek volna inkább meg, és hagytatok volna ki ebből a csomagból. Nem tudom, hogy lehetett volna jobban megoldani ezt a kihívást, szerintem én abszolút elégedett vagyok vele, és azzal is nagyon elégedett vagyok, hogy találtam olyan terméket is, ami kifejezetten tetszik. Úgyhogy szerintem ez egy jó kis próbatétel volt, és szerintem jól teljesítettem. Ne írjátok meg kommentben, hogy szerintetek így van-e. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, és nagyon köszönöm még egyszer az 5000, és most már nem is tudom hány feliratkozót, iránya tovább, és majd minden 1000-nél, lépcsőnél szeretnék majd ilyen sminkhetet tartani, úgyhogy nem is vagyok már annyira messze a 6000-től különben, úgyhogy hamarosan majd várható újabb sminkhét. Na jó, legyen csodás napotok, sziasztok!